Ez a születésnap ünnep minden zenész számára, mondja Naszladi Judit Karnagy, aki a világhírű muzsikus egyik gondolatát citálta ide a téma kapcsán. Egy Kodály idézettel válaszolnék, és kérek mindenkit, akit illet, hasson oda, hogy a zene ne csak ünnepi, de mindennapi kenyere legyen a városnak és az egész környékének. Az igényes kultúra, az igényesség felé fordulás és a nevelés az mindenképpen. Minden nap gyakorolni kellene, talán ott kellene gyakorolni, hogy énekeljünk alsó tagozatba is, felső tagozatba is. Ennek a mostani helyzet egyáltalán nem kedvezett. Alig énekeltek a gyerekek, nagyon nehéz őket arra bírni, hogy énekeljenek, nincsenek kórusok. Ha csak Szekszárd városát említem, 2 általános iskolában, a DNS-ben és a Garai általános iskolában működik éneklőcsoport. Tehát egy megyeszékhelyről beszélünk, és ezt nagyon nehéz őket megint erre visszaszoktatni. Igen, nagyon fontos, hogy megtanulják, hogy voltak olyan emberek, akik a diákoknak, akik nekünk, a felnövekvő generációnak műveket írtak, és élményeket jelent ezeknek a műveknek a megszólaltatása. A Kodály módszert nem csak Magyarországon alkalmazták jelentős sikerrel, hanem például Japánban is e-rendszer segítségével oktatták az iskolásokat. A zene rendszerének tudása olyan, mintha az ember egy idegen nyelvet tanulna. Ma egy gyerek napi szinten jár nyelvórára, miközben a zenével jó, ha egy alkalommal ismerkedik. Az angolt a mi iskolánkban heti 6 órában tanulják, akkor az éneket miért csak egy órában? És az éneknek is ugye a zenei írás, olvasás része csak mondjuk az egy tized része az egésznek. Tehát rendkívül módon hányattatott a sorsa ennek a művészeti ágnak, az éneklésnek, az zenélésnek, és így a közeljövőben nagyon nagy háttérmunícióra lenne szükségünk ahhoz, hogy tényleg a gyerekek még halljanak Bartókról, Kodályról. Most mi már fogunk énekelni Kodály darabokat, remélhetőleg szépen is sikerülni fognak, és ők szeretik Kodályt, mert ők kórusra is járnak hozzám ezek a gyerekek a heti egy énekórán felül, de azért ez nem jellemző. Én tanítok 750 gyereket, abból 58 kórusos van, az ugye hát ellenyésző hányada a 750-nek, és tehát igazából ők tényleg az igazi Kodály módszer szerint tanulnak, akik kórusra járnak. Most a halálának az 55. évfordulóján emlékezünk meg róla ezzel a koncerttel, még nagyon jó kezdeményezés itt Szekszárdon, és örömmel jöttünk ide Pécsről, hogy ezen részt vegyünk, mert ez tényleg nagyon fontos, tényleg nem beszélünk róla lassan már szakmai berkeken belül sem, és annak a veszélye van ezáltal meg, hogy egy nagyon pici szűk elit zenei réteg ismeri majd Kodályt vagy Bartókot, és a sok-sok a széles társadalom pedig nem fog róla egyáltalán hallani sem a jövőben. Nem így fogalmaznék, hogy nem veszik el a kultusz, mert a Kodály módszer szerint kellene az éneket tanítani, megfelelő lépésekben tudni kell, hogy kinek tanítunk, mit tanítunk, és hogyan tanítunk. Az a legfontosabb még, hogy nem más óra legyen énekóra helyett.